műsor támogatója a KNTH, a cápák között versenyzőinek pénzügyi mentora. Szia. Németh Emese vagyok, Meska, festőművész és dizájnnal, tervezéssel foglalkozom. A cápák között történetében én voltam az első, aki egy művészeti ággal és egy olyan vállalkozási ötlettel jött a cápák elé, ami egy kicsit talán nehéz volt és feladta a leckét, de azt gondoltam, hogy mégis meg kell próbálni. És nyitott fülekre talált. Alkotói tevékenységem tavaly már olyan szinten volt, és egy olyan nemzetközi sikerem ment keresztül, hogy arra gondoltam, mindenképp komolyan kell vennem, és ezt egy gazdasági társasági formában szeretném folytatni, hiszen nagyon sok megrendelés is jött, illetve a nemzetközi sikerek miatt, a különböző pénzügyi tranzakciók miatt már indokolt volt az, hogy ezt egy nagyon stabil vállalkozás formában folytassam, arról nem beszélve, hogy szerettem volna visszanemtérítendő támogatásokra pályázni Magyarországon, külföldön, és ezt nem lehet megtenni, csak hogyha egy szép kis cég áll ugye a hátunk mögött. Azt gondolom, hogy ma Magyarországon nem lehet transzparens működés nélkül, biztos banki háttér nélkül, vagy nagyon erős tőke, erős befektetők nélkül elindulni, és ha biztosak vagytok a dolgotokban, akkor nincs más út, mint megtalálni a megfelelő intézményeket, finanszírozó szerveket és vagy magánszemélyeket. Folyamatosan megyek nemzetközi versenyekre, és folyamatosan meg akarom mutatni az egész világnak, és el akarom mesélni, hogy igenis én ezt hoztam létre, ez vagyok én, és hogy mi ez az a misszió, ami engem hajt, és mi a filozófia mögötte. Úgyhogy várlak titeket, köszönöm szépen a KNTH-nak még egyszer ezt a megtiszteltetést, elmondhatatlanul boldog vagyok, és köszönöm még egyszer a cápák között műsorának, hogy bekerülhettem, és hogy ennyi munkával és energiával támogatták azt, hogy én ma most itt ülhessek sikeresen két befektetővel. Én arra gondoltam, hogy van egy nagy álmom, szeretnék kijutni a világ legnagyobb aukciós házába, és azt szeretném, hogyha egy Meska műalkotással licitálnának, és végül el is kelne, valahol a nemzetközi porondon, és ehhez egy nagyon stabil, magabiztos, komfortos megjelenésre van szüksége egy művésznek, a műalkotásnak is nagyon kereknek kell lennie, vagy a műalkotásoknak is nagyon egyben kell lenniük, egy nagyon szép kollekcióval lehet megjelenni, és ez hogyan másképp tehetném meg, mint egy szuper banki háttérrel, és remélem, hogy a KNTH támogatni fog abban a mentorációs programon belül, hogy ezt a Meska brandet, ezt a Meska marketing építést igazából erősítse.